országérték előtt tartottak az Egységben Magyarországért politikusai. Márki-Zay Péter azt mondta, az ellenzéki összefogás megteremtette a kormányváltás lehetőségét. A próbaüzem tapasztalatai. Óránként 130 ezer köbméter levegőt kell megtisztítania az új szagmentesítő rendszernek az ATEV vásárhelyi telephelyén. Meg kell tanulni működtetni egy kapcsolatot, ezt tanácsolta Mihalecz Gábor párterapeuta a házasság hetén. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Magyarország változást akar, hangzott el ma az ellenzéki összefogás országértékelő rendezvényén. 45 nap múlva Márki-Zay Péter vezetésével az ellenzéki koalíció egy új kezdetre készül, mondták a politikusok. A hat pártból álló kormányváltó szövetség az április 3-ai országgyűlési választás ellenzéki sikerében bízik. Az előválasztás nyertese, a változás elkötelezettje, az Egységben Magyarországért miniszterelnök jelöltje azt mondta, hogy az ellenzéki összefogás megteremtette a kormányváltás lehetőségét. Bírálta az Orbán kormány elmúlt 12 évét, amely idő alatt állítása szerint hazánk lemaradta a régió országaihoz képest. Magyarország mára az Európai Unió második legszegényebb országa lett, de 74%-os arányukkal nálunk élnek a legtöbben az uniós szegénységi küszöb alatt. A sokáig lesajnált Románia is jócskán megelőzött bennünket a régiós versenyben. Évről évre csúcsot dönt az államadósság, vágtat az infláció, a nettó minimálbér pedig a legalacsonyabbak között van az egész Európai Unióban. Magyarországon ma milliók élnek egyik napról a másikra létbizonytalanságban. Az országot járva sokan jönnek oda hozzám, és mondják el, hogy folyamatosan csúszik ki lábuk alól a talaj. Egyre nehezebben élnek, a lecsúszás, vagy az attól való félelem határozza meg életüket. Diplomás emberek nem tudnak kijönni a fizetésükből. Tanárok, rendőrök és ápolók tövegesen hagyják el a szakmájukat, és mennek el bolti pénztárosnak, mert még ott is többet keresnek. Márki-Zay Péter országértékelőjével holnap részletesen foglalkozunk. Esküdtettek a választási bizottság tagjai ma a Városházán. Hódmezővásárhelyen a február 15-i közgyűlésen döntöttek az Országos Egyéni Választókerületi Bizottság tagjairól. Eszerint Csongrád-Csanád megye 4-es választókerületében a bizottság tagjává Feketéné dr. Szemző Margit ügyvédet, dr. Fargas Margit nyugalmazott közjegyzőt és dr. Kecskés Fanni ügyvédjelöltet választották. Póttag lett Faragóné Szénási Emese és Madácsi Józsefné nyugalmazott pedagógusok. A fogadalomtétel utáni alakuló ülésen kiderült, hogy Szemző Margit lesz a bizottság elnöke, az elnök helyettes pedig Kecskés Fanni. Elsődleges feladatuk az április 3-ai választási eredmény megállapítása, valamint a választás tisztaságának és törvényességének biztosítása lesz. Korsós Ágnes szerint törvénysértő módon döntöttek a 4-es számú egyéni választókerület választási bizottságának összetételéről. A volt címzetes főjegyző vádjait közleményben utasítja vissza Tatár Zoltán, a választási iroda vezetője. A város jegyzője hangsúlyozza, a polgármester aláírása nem szerepelt az előterjesztésen, ő számára utasítást nem adott, nem is fogadhatott volna el ilyet. Az OLVB megválasztására a jogszabályi előírásoknak megfelelően került sor. Korsós Ágnes címzetes főjegyzőasszony ezzel ellentétes álláspontja megalapozatlan, olvasható a közleményben. A részletekkel holnapi híradókban foglalkozunk. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége pécsi tanácskozása után 10 pontból álló javaslatcsomagot fogadott el a testület, amely azokat az intézkedéseket foglalja össze, mit kell tenni ahhoz, hogy az országgyűlési választások után visszakapják önállóságukat és önrendelkezésüket az önkormányzatok. A házigazda Pécs polgármestere szerint az új kormánynak fel kell számolnia azt a gyakorlatot, hogy egy központi hatalom döntse el politikai alapon, hová kerüljenek a fejlesztési források, hol épüljenek utak, iskolák, játszóterek. A választások után a legfontosabb és legsürgetőbb feladat átfogó jelleggel az önkormányzatiság, a települési önkormányzatok önállóságának a helyreállítása lesz. Gémesi György Gödöllő polgármestere mutatta be azt a szakmai anyagot, amely 10 pontban foglalja össze, milyen intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a magyar önkormányzatok visszanyerjék a függetlenségüket. Ez az a 10 pont, ami gyakorlatilag helyre teszi
visszateszi a magyar önkormányzati rendszer abba az irányba, visszahelyezi abba az irányba, ami korábban megszokott volt. Budapest főpolgármestere szerint Orbán Viktornak támogatnia kellene a most elfogadott 10 pontot, mert ez az ország elemi érdeke. Azt remélem, hogy az önkormányzati szövetségek nyitottak lesznek ennek a 10 pontnak a támogatására. Budapest önkormányzati szövetség is meg fogja tárgyalni ezt a javaslatot, és amellett fogok érdelni, hogy csatlakozzon ez a felhíváshoz, hiszen ez nem egy pártpolitikai ügy. Márki-Zay Péter úgy véli, vissza kell kapniuk a településeknek olyan jogköröket, amilyeneket az elmúlt években elvettek tőlük. Fontos szempont, hogy egy önkormányzat akkor képes önálló működésre, ha saját adókkal rendelkezik, és azokat nem vehetik el tőle. A plázastoppal, annak a megszüntetésével pontosabban visszaadjuk a fejlesztés lehetőségét nálunk Vásárhelyen az északi városrészben, csak a plázastopp miatt nem jött még oda olyan befektető, aki a helyi lakosok által igényelt ellátást, élelmiszerellátást és verisiparci ellátást megoldaná. A hódmezővásárhelyi polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány intézkedéseivel azokat a fideszes szavazókat is bünteti, akik ellenzéki településeken élnek. A belváros rekonstrukcióján kívül a szennyvíztisztító fejlesztésére, a kerékpárút hálózat bővítésére is sor kerülhet 2022-ben a város több mint 8 milliárd forintos beruházásaiban. Erről is beszélt Szabó János alpolgármester Időben című műsorunk mai felvételén. A fejlesztéseink 8,3 milliárdos összeget jelentenek, ebből 6,2 körül van, ami pályázati összegből kívánjuk fedezni, és 1,92 milliárd körüli összeg az, amely saját erőből fogjuk finanszírozni. Ehhez társul összesen 200 millió ezeket a célokat segítő hitelfelvétel. Tehát összességében 8,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Ezeknek a fejlesztéseknek a keretében, hogy többet, hogy más nem mondjak, az ipari park további korszerűsítésén keresztül a Teleki utcai bölcsőde, a szennyvíz fejlesztés 6,3 milliárd forintjával elindul, a kerékpárút hálózat, a 117 kilométeres kerékpárhálózat kiépítése ma már illetve idén a tervezési szakaszban vagyunk, most már akár a kisajátításokra, fölvásárlásokra is sor kerülhet. Tehát számos beruházási tervünk van, nem beszélve a belváros átalakításáról, a Szent Antal utca befejezésről. Március végére 90%-kal csökkenhet az ATEV állati fehérjefeldolgozó cég szakterhelése Hódmezővásárhelyen. A december végén próbaüzembe állított modern berendezést egy évig Mátyásdombon tesztelte az állami cég, valamint gyártócsarnokukat is felújították a kellemetlen szagcsökkentése érdekében. A fejlesztések okáról és hátteréről heves szóváltás alakult ki Márki-Zay Péter és Cseri Tamás között az önkormányzat keddi közgyűlésén. A polgármester úgy látta, hogy a tüntetések és az aláírásgyűjtés miatt modernizálták az OTEV, a képviselő azonban ezeket a lépéseket cirkuszolásnak nevezte. December óta próbaüzemben működik az ATEV állati fehérje feldolgozó új levegőszűrője Hódmezővásárhelyen, melynek hatásait már a lakosok is tapasztalják. Idáig azonban hosszú út vezetett. A demonstráció békés, semmiféle atrocitást nem szeretnénk. Így engedte útjára Szabó Margit szervező 2020. szeptemberében az ATEV szakterhelése elleni demonstráció résztvevőit. Abban az évben 4000 aláírást is összegyűjtöttek a tüntetők, hogy az állami cég fejlessze a Vásárhelyi gyár légtisztító berendezését. Felháborítja a városlakókat, hogy büdös várossá nevezte ki az ország Hódmezővásárhelyt, mert addig, amíg az összes többi ATEV telephelyen nincs ilyen penetráns bűzadik Hódmezővásárhelyen, ezt évek óta, 70 éve, mikor a gyárat ide telepítették, 70 éve szenvedi a város. Márki-Zay Péter 2020-ban Szabó Tímea országgyűlési képviselővel is egyeztetett, aki határozati javaslatot nyújtott be a parlamentben, melyben követelte a kormánytól, hogy tegyenek azonnali lépéseket a Vásárhelyi gyárral kapcsolatban. Azt az ígéretet kaptam, hogy az országgyűlésben is támogatni fogja a Párbeszéd, illetve személyesen képviselő asszony azt a javaslatot, amely Hódmezővásárhelyről olyan fontos, hogy készüljön el Hódmezővásárhelyen, az ATEV telephelyen az a beruházás, amely az itteni lakosok számára sokkal élhetőbbé teszi Hódmezővásárhelyet.
Mára azonban fellélegezhettek a hódmezővásárhelyiek, ugyanis már üzemel az ATEV állati fehérje feldolgozó cég szakterhelést csökkentő berendezése. Az önkormányzat keddi közgyűlésén heves vita alakult ki Márki-Zay Péter hódmezővásárhely polgármestere és Cseri Tamás önkormányzati képviselők között, hogy kinek köszönhető az állami cég fejlesztése. Önök azt ígérték, hogy megszüntetik az ATEV-t, mi szüntettük meg. A mi időnkkel, a mi értükkel. Főjelentettünk, 4000 aláírás gyűjtöttünk, tüntettünk, és érdekes módon megoldódott. 70 évig nem bírták megoldani. 70 évig bűzölgött az ATEV-t. 70 évig ígérték mindig, hogy megoldják, nem tudták megoldani. Önök 2 évvel ezelőtt még azt is letagadták, hogy van bűz. Cseri Tamás azonban úgy látta, hogy a vásárhelyi aláírásgyűjtésnek és tüntetésnek nem volt köze a cég 2021 végére ütemezett beruházásához. Ezek nélkül is fejlesztett volna az ATEV. Mi arról beszéltünk, hogy nem igaz, hogy ugyanolyan büdös a cég, mint volt, hiszen ezek a fejlesztések történtek, az állam meg is ígérte, a cég nyilatkozott, hogy folyamatosan folytatódnak a fejlesztések. Maga akkor is mit csinált? Cirkuszolt, tüntetést szervezett, ugrándozott ide-oda, csinálta, amihez ért, tehát nincs ezzel semmi probléma, ön ehhez ért, ezt csinálta. De attól függetlenül a cégnek a fejlesztéseit ezt nem befolyásolta. A vásárhely határában működő ATEV ZRT-hez stábunk is ellátogatott. Itt a mosókamrának a másik oldalát látjuk, azt, ahogy az üzemből elszívott levegő és már átmosott levegő bebukik a filter alá a csöveken keresztül. A hódmezővásárhelyi fehérje feldolgozó új mosókamrájáról és biofilteréről beszélt Víg Róbert, az ATEV ZRT helyi gyárigazgatója. A szakember kiemelte, hogy a vásárhelyi szakterhelést 80-90%-ban mérséklő berendezés üzembeállítását több éves munka előzte meg, felújították a gyártócsarnokot és egy évig tesztelték a technológiát a Mátyás-Dombi telephelyükön. Most úgy állunk itt, hogy ez megvalósult. Én úgy gondolom, hogy az eredmény az érezhető, tehát hogy a szakterhelés minimálisra csökkent. Azt várjuk tőle, hogy ha van is szakterhelés, az csak a telephelyen, illetve esetleg annak a közvetlen környezetében lesz érezhető. Maga még most a berendezés próbaüzemben üzemel, a próbaüzem várhatóan március végén fog lezárulni, amikor ezt mérésekkel is alá tudjuk támasztani, hogy jól vizsgázott. Az 1400 négyzetméteres, óránként 130 ezer köbméter levegőt megmozgató mosókamra mellett a biofiltert is kicserélték a vásárhelyi gyárban. Víg Róbert hozzátette, hogy a közbeszédben dögtelepként emlegetett ATEV 2004 óta kizárólag a vágóhidakról érkező egészséges állati melléktermékeket dolgozza fel, és ez a váltás már önmagában sokat csökkentett az üzem szakkibocsátásán. A vásárhelyiek azonban további javulásra is számíthatnak, mivel március végéig folyamatosan emelkedik az új berendezés hatékonysága. Maradjunk együtt, ez a mottója az idei házasság hete országos programsorozatnak, amelyhez a Városi Könyvtár is csatlakozott, és ebből az alkalomból Mihalec Gábor pár- és családterapeutát látták vendégül. A szakember online kutatásokat végzett a járvány idején, amiből világossá vált, mely párok érték meg nászútként az összezártságot, és kik voltak azok, akikkel éppen az ellenkezője történt, eltávolodtak egymástól. Meg kell tanulni működtetni egy kapcsolatot, mert benne a felek nem nézői, hanem játékosai saját életüknek. Vallja Mihalec Gábor pár- és családterapeuta, aki az idei házasság hete apropóján beszélt a témáról a könyvtárban. A szakember legújabb kutatási tapasztalatát is megosztotta a vásárhelyekkel, miszerint a járvány volt, akikből a legjobbat, míg másoknál a legrosszabbat hozta ki. Én ezt számokban mérhetővé tettem, 1300 embert kérdeztem meg egy kutatásban, és nagyon komolyan látszott az, hogy voltak, akik az összezártság alatt is növekvő, fejlődő pályán tudtak maradni. Viszont nagyon sokan elindultak lefelé a lejtőn. Érdekes kísérőjelenségek jelentek meg. Megemelkedett az alkoholfogyasztás például. A családon belüli bántalmazás olyan méreteket öltött, hogy az ENSZ a koronavírus árnyék pandémiájává minősítette a bántalmazást. A pár- és családterapeuta szerint, ha a felekben megvan a szándék, akkor a legtöbb kapcsolat megmenthető. Kívülről azonban sokkal több mozgástér látszik, mint amit a párok belülről megélnek, ezért érdemes szakember segítségét igénybe venni. Kicsit olyan, mint a sebésznek a munkája. Ha lázas a beteg, a szikét nem vesszük elő, és ők lázasak. Tehát nem a szikével kezdjük, hanem lehúzzuk a lázukat. Telenyomjuk őket vitaminokkal. Például egy ilyen feladatot szoktam adni, hogy kezdjenek el egy naplót írni, és ebben a naplóban minden nap írják fel, hogy mi történt ma a kettejük kapcsolatában, amit szeretnék, hogy így maradjon.
Csak azt, ami így maradjon, nem azt, amitől a plafont kaparom. Már önmagában ezt a feladatot teljesítve elkezd átformálódni a párok gondolkodásmódja. Hangsúlyozta Mihalec Gábor, majd hozzátette, a bocsánatkérő levelek megírása is segíthet jobbá tenni két ember viszonyát. A szakember úgy látja, hogy mindig meg kell keresni azt a pontot, amikor a felek elveszítették egymás közelségét, mert a kapcsolat újjáépítése annak megértésével kezdődik. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, a Folytatásban időben című műsorunkat láthatják, amelyben Szabó János alpolgármesterrel Kozó Attila beszélget. Maradjanak továbbra is a Vásárhelyi Televízió képernyői előtt. Köszönöm a esti figyelmüket, viszontlátásra!